Jó estét kívánok, köszöntöm a Weekend nézőjét. A mai adásban azt gondolom, hogy nagyon sok finomságot mutatunk önöknek. A finomságot elsősorban a gasztronómiára értem, de lesznek kiállítások, különböző fesztiválok, úgyhogy csupa-csupa érdekes témával várjuk önöket, mindenképpen maradjanak velünk, már csak azért is, mert rögtön az elején egyből fejest ugrunk itt egy nagyszerű ételkínálatba. Seregi Perger Zsuzsa a vendégünk. Szia Zsuzsa, jó estét! Sziasztok, jó estét kívánok! Egy új étterem nyílik Nyíregyházán hamarosan, mégpedig a belváros szívében szerintem nagyon sokan ellátogatnak majd hozzátok. Mitől lesztek különlegesek? Azért van néhány étterem Nyíregyházán. Igen, bízunk benne, hogy sokan ellátogatnak hozzánk. Az étterem különlegessége abban rejlik, hogy a napi menünk kívül, a kétféle választékos napi menünk kívül, svédasztalos ételkínálattal is várjuk a hozzánk ellátogatókat, illetve minden hónapban úgynevezett tematikus hetet tartunk, tematikus hét alatt, hogy mit is értünk. A hónap egy első kerek hetében hagyományos menün kívül a különleges ízvilágban gazdag ételeket kínálunk, nemzeti konyha étel különlegességeit. Az első héten az olasz ételkínálattal kedveskedünk vendégeinknek. Többek között a sokak által ismert lazányét készítünk, minestrone levest, ugye ez egy paradicsomos, zöldséges leves, illetve hát gondolom, töltött. Hogy az olasz konyha azért elég gazdag, tehát sorolhatnám most itt akár igen. A műsor végéig is, de egyébként nagyon sok paradicsomot hozták, különböző fajtájú paradicsomot, ugye ez az olasz konyha alapja, és hát antioxidánsokban és mindenféle pektinekben és egyebekben igen. Gazdag, tehát ez egy szuper táplálék véleményem szerint, és hoztál más hozzávalókat igen. Is, úgyhogy ameddig mi itt beszélgetni fogunk vendégeinkkel, te elkészítesz valamit, már ugye az olasz ízvilág jegyében mi lesz az, amit elkészítesz, és gondolom, hogy ugyanazt majd az étteremben is megkóstolhatják. Igen. Egy mozzarellás paradicsomsalátát fogunk elkészíteni bazsalikommal, illetve egy másik salátát, aminek az alapja kukorica, tonhal és különböző, amit magunk előtt látunk, különböző zöldségek lesznek. Szeretik a magyarok amúgy az olasz konyhát? Én úgy gondolom, hogy igen. Ugye már csak a pizzából kiindulva azért rengeteg pizzéria van Nyíregyházán is, és én akár mégbe megfordulok, ott azért találkozunk bőven emberekkel. Azt gondolom, hogy ugye a pizza általában egy hát elég erőteljesen szénhidrát gazdag étel, de azért a salátákkal ezt egy picit lehet könnyíteni. Említetted, hogy lesznek tematikus hetek, és gondolom, hogy az olasz konyha az tényleg népszerűvé teszi akár a ti éttermeteket is, hiszen azt mindenki szereti. Igen. De mondjuk akár ilyen végletekig is elmerészkedtek, igen, mondjuk egy indiai vagy egy táj. Megpróbálunk igen belemerészkedni abba az ízvilágba is. Spanyol, angol következő hónapokban tervezett tematikus hetünk programjai. És hát gondolom, hogy amit majd a látogatók vagy a betérő vendégek szeretnek, talán az szerint is lehet alakítani így a konyhát. Van, és ne feledkezzünk meg a svéd asztalos menüválasztékunkról, ami nagyon sok színű ízvilágában nagyon gazdag lesz. Hát ott gondolom, hogy senki nem marad éhesen. Nem. Remélem, hogy mi se, sőt a stáb sem marad éhesen. Kedves Zsuzsa, akkor jó munkát kívánok. Köszönöm. Hát itt hagyunk, jó. Úgyhogy kis konyha tündérként szerintem valami nagyszerű dolgot alkotsz. Én pedig már is átsétálok. Nagyon kedves férfi vendégeink érkeztek, egy ifjú titán Zajác Ádám személyében, és nagypapája Zajác Tamás, aki hát bőrműves, vagyis iparművész tulajdonképpen. Nem is tudom, mert talán a bőrdíszművességet azt ugye mindenki ismeri, de Tamás, amit te képviselsz, az valami teljesen más, és ráadásul azt gondolom, hogy rendkívüli a maga nemében. Nem tudom, hogy van-e ehhez hasonló művész itt mondjuk Magyarországon. Hát nem, hogy itt nincs, hanem nagyon máshogy sincs, ugye a internet segítségével mindenhol be lehet nézni, hogy ki hol mit csinál. Ez a tevékenység a bőrnek, ez a fajta feldolgozása, ez nem nagyon tetten érhető sehol. Úgyhogy hát nem véletlenül keresik a munkáimat és különlegesének tartják persze. Ennek megvan a hátránya is, mert festmény mindenki tudja, hogy néz ki és hogy milyen, és akkor azt már csak valahol kikeresik és esetleg megrendelik vagy megvásárolják. A bőrképet azt mindenki meg akarja fogni, meg akarja érinteni. De hát mindenki, aki vesz egy táskát vagy egy bőrkabátot, az biztos, hogy simogatni akarja, mert hogy a bőrt azt szeretjük érinteni, és még akkor is, ha egy élettelen állatnak a bőréről van szó,
én pedig sokszor hiányolom, hogy milyen keveset érintjük a élő szeretteinket, sokkal többet simogatjuk a telefonunkat, majdnem, hogy mint a gyermekünk, unokánk buksiját. Úgyhogy én erre fogom bíztatni az embereket ezen a balkányi kiállításon, amelyik szombaton 10 órakor nyílik a Balkányi Könyvtár galériájában. Tehát gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy egy kiállításon nem illik fogdosni a kiállított tárgyakat. Ugye múzeumőrök és teremőrök szoktak erre vigyázni, hát a Balkányban ez nem így lesz. Olyannyira, bocsánat, közlek, hogy ott ki lesz írva, sőt, a meghívókon is az szerepel, hogy a kiállított tárgyak érintése kötelező. Most innentől kezdve ezt mindenki szereti. Férfiak előteljesen megközelítik a domborműveket, a testplasztikákat, de mindenki más szívesen megérinti. És meg is szokták simogatni ezeket, hiszen itt általában azért gyönyörű, szép női félaktok láthatók, sőt tulajdonképpen aktok is, persze egy ilyen művészi formában. Igen. A te munkáidat ismerve gondolom, hogy nagyon sokan találkoztak ezekkel a művekkel. Bevallhatjuk, hogy ugye egy ilyen rólam is készült még, hát nagyon-nagyon ifjú korom idején. Nem mondjuk meg, hogy mikor. Nem tudom, hogy mikor, de a gyerekeim... De most is lehetne, úgyhogy... Nagyon kedves vagy. A gyerekeim rá szoktak csodálkozni, hogy anya, ez te vagy? És mondtam, hogy igen, bár a fejem az nincs rajta, de nagyon sok hírességről is készült ilyen testplasztika. Igen, hát egy időben ez nagy áttörés volt, nagy divat volt. Az Eszenyei költők kezdve a Gregor Bernadett és más ismert sztárokig készültek ilyen domborművek, mert hogy miért csak szobor készülhessen valakiről, vagy festmény, vagy fénykép, vagy videófelvétel, benne készülhetne dombormű is, amelyik hát örökösen megtartja az illető akkori formáit, és büszkén mutogathatja majd a nagyszülőként a unokájának, hogy látjátok, nézd, milyen jó csaj voltam. 90-60-90-es méretekkel rendelkeztem, de ez a mai napig is ezért működik. És ráadásul szerintem nagyon sokan irigyeltek téged, Tomás, hát test közelbe, sőt, ugye neked végül is az a dolog az úgy készül, hogy először ugye mintát kell venni, és később történik. Igen, egy gipsz negatív készül, amiért irigyelni lehet valakit, az a személy, aki lekrémezi a hölgy adott testfelületét. Ezt én nem szoktam vállalni, mert közben a gipsz keveréssel vagyok elfoglalva, de mindig van a valamelyik kedvese párja az illető hölgynek, aki ezt örömmel bevállalja és ezt megteszi. Úgyhogy készül egy ilyen negatív, a negatív segítségével egy pozitív változat, és annak a közreműködésével jön létre egy bőrdombormű, amelyik akkor jó igazán, hogyha nem csak a pontos formáit örökíti meg az illető hölgynek, hanem kicsit a személyiségéből is üzen valamit megfelelő visszafogottsága, a finom erotikával legfeljebb, ha rágondolsz a saját pasztikádra, vagy ha valaki ezt látja, akkor körülbelül sejtelen lehet, hogy ki volt, milyen jellegű az a hölgy, aki ezt készült. De gyakorlatilag ugye a te általad készített képek, hát a fantázia millió kis ízét mutatják, hiszen minden, amit látsz, az gyakorlatilag talán egy képnek, vagy egy ilyen kis domborműnek a tárgya is lehet. Most itt egy pár képet hoztál, sőt, az unokád Ádám is, aki hát úgy látszik, hogy folytatja az általad kijelölt utat. Ádám, hogyha már papa nem fogja bírni a gipszet keverni, akkor átveszed a stafétát? Hogy tervezed? Lehet. És hogy kezdtél ezzel foglalkozni? Érdekelt, izgatott, hogy mit csinál a nagypapád? Igen. És mikor kezdtél hozzá? Mi volt az első munkád? Már olyan kis csoportos korom óta. Aha. És most azt mesélte a nagypapát, hogy nyáron ott voltál, és akkor itt egymás után ontottad az alkotásokat. Mi a kedvenced ezek az közül? Az, amit most hoztam, az, amin van a kulcs, meg a... Aha, ezt akkor meg is mutatjuk majd. Tehát tulajdonképpen egy kulcsot, meg egy zárat ábrázol. Igen. De elképzelhető, hogy ez még csak a kezdet, és egyszer majd neked is lesz egy kiállításod. Tamás, gyakorlatilag ugye nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, különböző galériákban is megtalálhatóak a te munkáid. Mire vagy egyébként a legbüszkébb? Legbüszkébb mindig arra vagyok, ami most foglalkoztat. Ugye azzal lettem ismert igazán, hát a sajtó, a média arra harap rá, hogy testplasztikák, és te is ezzel kezdtél most itt foglalkozni. De ugyanakkor senki nem tudja, vagy nem is kérdezi, hogy a Parlamentben van a világ harmadik legnagyobb könyve, a Magyarok Asztala című könyv, amelyik 3 méter x 1,5 méteres,
annak a teljes külső borítását, azt én csináltam, szürke marha bőrből, tehát ott még a szőrös bőrre van bevonva, és ekkora aranybetűkkel van ráírva, hogy magyarok asztala. Hát ez ott van, és arra igazán büszke vagyok, de tulajdonképpen arra, hogy lehetőséget adott nekem a sors, hogy azt csináljam egész életem, amit szeretek, és amihez kedvem van. Mások vasárnap foci meccsre mennek, szotyit köpködnek, én pedig a műhelybe szokták mondani a büdös bőreit közém ész inkább. Úgyhogy ez egy szenvedés, és nagyon jól esik, hogy a nagyunokám is követ. És most is a szülők csábították, hogy menjünk végbordozni, de azt mondta, hogy hát nem mehetek, mert még be kell fejeznem két képet, és addig szó se lehet sehol. Akkor nem csak a fantáziát, hanem azt gondolom, hogy a kitartást is örökölte. Tamás, hoztál egy ilyen kis meglepetés csomagot is, ami most itt át van kötve, hát ugye nyilván stílusosan bőrrel, ez pedig ugye a balkáni kiállításod, balkáni, bocsánat, kiállításodnak egyfajta ilyen kis beharangozója is, akkor ez egy játék, ugye? Amire igen, most igen. Engem itt megint ott ugyanis az lesz, hogy az ember a világ megismerésében használja az érzékszerveit, látás, hallás, szaglás, ízlelés, de ugye a kezünket már szinte elcsökkenyesedett módon tudjuk csak használni. Annak ellenére, hogy a kézzel, a tapintással, érintéssel lehet az összes közül érzelmeket kifejezni. Erre belebújhatok? Így van, oda légy szíves, nyújj bele, és próbáld kitalálni, hogy mit ábrázolhat az a dombormű. Mert azért, hát lehet, hogy a fiúk ebben szerintem jobbak. Én nem vagyok benne biztos, ha már látod a végeredményt, akkor szégyenni fogod magad, ha fel nem ismered és ki nem találod. Mert a valóságban nagyon szívesen közelítenél ehhez a valakihez, akit ez ábrázol. Úgyhogy... Ádám, te tudod, ugye? Nem tudja. Te se tudod. Na és ezen a balkáni kiáltáson lesz ilyen tapintós játék, és hozzájutatok gyengén látó és vak gyerekeket, hogy ezt megtegyék, de az a tapasztalatom, hogy ők sokkal ügyesebben, gyorsabban kitalálják, hogy mi az, ami... volna, akkor gyakoroltam volna, áruljuk el, jó, mert vegyük ki belőle, mert most már annyira... Hát egy nőnek természetesen a világ legszebb férfiét hoztam el zomborműbe. Ugye ez a... Igen, hát most itt viccesen azt mondom, hogy a fejét kellett kitapintani, nem sikerült, igen. De reméljük, hogy nagyon lehet, sokan... hogy más testfelületet hamarabb felismertél volna, de így most nem ez a Dávid, Dávid fejezi. Köszönjük érdekes. Szépen, Tamás, sok sikert, és mindenkit vártok tehát szombaton ezen a kiállításon. Két hétig, három hétig lesz nyitva. Mi pedig egy kis programajánlóval folytatjuk. Lassan kiírhatjuk, hogy TV Paprika, én meg Gasztro Angyalnak is érezhetném magam, hiszen következő vendégünk Szabó Sarolta, a Múzeumfalu igazgatója, és csupa-csupa finomságról fog beszélni, bár most már megfenyítem szerintem Sacit, mert nem hoztál ezekből a finomságokból, viszont a háttérben Seregi Perge Zsuzsa nagyban készíti a vacsolánkat, úgyhogy azt hiszem, hogy nem maradunk éhesek. Hát itt van az a fantasztikus fesztivál, amelyre szerintem évek óta nagyon-nagyon sokan kíváncsiak a Múzeumfaluban, és ugye itt a magyar, illetve elsősorban a táj jellegű ételekkel várjátok a kedves látogatókat. Ez egy gasztrofesztivál, mégpedig a Sóstói Múzeumfaluban, és most vasárnap kerül megrendezésre. Mi mindent kell és érdemes tudni, mennyire kell éhesen menni hozzátok, és mik lesznek ennek az esztendőnek az izgalmas ételei? Hát, szerintem nagyon éhesen kell jönni hozzánk, és úgy gondolom, hogy nagyon sokféle ételt kóstolhatnak a Sóstói Múzeumfaluban. Ezek tájjellegű ételek valóban, illetve a nemzetiségeknek az ételei, és elsősorban a Tiszántúl Magyarország keleti részének a tájjellegű ételeit fogjuk bemutatni, illetve kínálni. 24 csapat lesz,
és ők egy vagy két ételt hoznak magukkal, tehát nagyon sokféle és nagyon változatos, nagyon széles spektrumú az ételkínálatunk, és vannak nagyon egyszerű ételektől a húsos ételeken keresztül, nagyon sokféle, a süteményeken át. Ezek olyan ételek, amelyeket régen főztek az asszonyok otthon a családnak, és egy részük talán már egy kicsit kiment a divatból, más részüket elfelejtették, és azért nem készítik, és mi ezekre szeretnénk így fölhívni a figyelmet, hiszen a Sóstói Múzeum falu nem csak a falusi világnak a népi építészetét, a paraszti kultúráját mutatja be, hanem a tárgyi világát, hanem a szokásokat is, és hát ebbe beletartoznak, hogy a régi ételeket is fölelevenítjük, de egy kicsit visszább is megyünk az időbe, hiszen a középkorra jellemző ételkészítési módot is megnézhetik az ízőző lovagrendnek a prezentálásával, és olyan ételeket, amelyekhez nagyon kevés alapanyag is kellett, és hát ez több célú is tulajdonképpen ez a gasztronómiai programunk itt a Sóstói Múzeum faluban, nem csak az, hogy a rég elfeledett ételekre egy kicsit ráirányítsuk a figyelmet, hanem a mai generációk számára pedig, ahogy a mai háziasszonyok, a fiatalabb háziasszonyok számára, hogy milyen ételeket is készítettek, milyen egyszerű alapanyagból ízletesen és gyorsan el lehetett készíteni. Talán ezekre is kapnak majd ötleteket, és lesznek receptek is kirakva minden egyes portánkon. A főző csapatok a receptjeiket is elküldték, mi kinyomtatjuk, és ha akinek kedve van, elviheti és otthon kipróbálhatja. Annak idején, mikor tulajdonképpen elkezdődött ez a rendezvény, hogy akkor még két napos volt, és gyakorlatilag Magyarországot kóstolhattuk meg, viszont hát azért ez egy elég kockázatos vállalkozás volt, nagyon sokan érkeztek, és ugye az időjárás már ilyenkor ősszel kiszámíthatatlan. Azért úgy tűnik, hogy most kellemes idő lesz, és igazándiból a tűznél melegedni is lehet, de akár még talán túlságosan melege is lesz annak, aki mondjuk a kondérban kavarja az ételt. Hogy kell ezt elképzelni? A csapatok ugye már előre megvásárolják és beszerzik az alapanyagokat. Fel vannak készülve mondjuk egy óriási érdeklődésre is? Tehát jut mindenkinek valóban ezekből a finomságokból? Hát lényeges kérdésre tapintottál most rá, mert mi úgy kértük a csapatokat, hogy úgy készüljenek, hogy aki mondjuk esetleg délután 2-3 óra körül és nem pont ebédidőben érkezik, hiszen a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve akkora legnagyobb a mozgás ezen a különböző sátraknál és a csapatoknál, hogy szeretnénk, hogy aki 3 órakor vagy 3 óra körül, 4 óra körül érkezik, nekik is jusson étel, tehát mi ezt kértük, és hát bízunk benne, hogy a csapatok ezt a kérést fogják majd teljesíteni, és mindenki, aki hozzánk jön ezen a napon, tehát vasárnap, akkor nem marad éhen. Van olyan étel, amit még te sem ismersz esetleg? És nagyon kíváncsi vagy, hogy mi lesz az? Igen, hát például a Pandúr szalonna, ami azt mondták, hogy nagyon finom, de igazán pontosan nem tudom, hogy milyen ízesítéssel és miért olyan finom, és hát én is szeretném majd megkóstolni pénteken, illetve bocsánat, a vasárnap, amikor lesz a program, és vannak olyan ételek is, például a nemzetiségek konyháját is megismerhetik a látogatók, mondjuk megismerkedhetnek a strudlival, vagy a bigossal a lengyeleknél. Az ukránok hoznak egy variniki nevű ételt, amit én nem kóstoltam még, tudom, hogy készül, de várom, hogy a valóságban is megkóstolhassam ezt a varinikit. Azt gondolom, hogy ez olyan, mint amikor az ember elmegy New Yorkba és vesz egy gulyást egy magyar étterembe, hogyha éppen nincs olyan speciális fűszerük, vagy tényleg magyar paprikájuk, akkor az valahogy soha nem lesz ugyanaz. Tehát lehet, hogy tudjuk fejben, hogy hogyan kell elkészíteni mondjuk ezt a lengyel ételt, de a savaborsát azt gondolom, hogy ők teszik bele azokkal a hozzávalókkal, úgyhogy mindenképpen érdemes vasárnap a múzeumfaluba ellátogatni és ott végigkóstolni mindent, úgyhogy aki diétázik, az most ne tegye, vagy legalábbis
futkározzon körbe-körbe a múzeumfaluban, és akkor azt gondolom, hogy az egészségét is megóvja, és minden finomságot megkóstol. Hát köszönjük szépen, egyébként nagyon figyelemreméltó és figyelemfelkeltő a rendezvény plakátja, egy villával átdöfött piros paprika, úgyhogy szerintem senki nem marad éhesen. Köszönjük szépen, Saci, remélem, hogy én sem maradok éhes. Már is megyek, megnézem, hogy mi mindent készített Zsuzsa itt a stúdióban. Ugye el is felejtettem, hogy te itt dolgozol, miközben Tamással beszélgettem, hallom, hogy valaki nagyon kalapál, aztán eszembe jutott, hogy hát igen, a memóriám azért már nem a régi, szóval te meg itt sürögtél, forogtál. Igen. Na, akkor egy nézzük, mi készült. Be neked. Ugye a paradicsom és a mozzarella, illetve a lila hagyma az alapja. Egy picit megemeljük, remélem, hogy nem fogom ez az egészet nincsen készen, kiborítani. Még most fogom befejezni. Egy kis olívaolajjal, egy kis balzsamecettel, tört borssal és sóval ízesítem. Hát hagyományos olasz színeket látunk, de ugye mi mondhatjuk azt is, hogy ez magyar, már hogy ez is piros, fehér és zöld. De hát a lila hagyma egy picit megbolondítja. Ez a balzsamecettel mennyire kell óvatosan bánni? Kettő típusa van, ez a sűrűbb fajta verzió, illetve van már, ami egy kicsit hígabb és hígított, azt nyugodtan lehet, illetve egy kis olívaolajjal meg. Ez a sűrűbb, ez azt jelenti, hogy koncentrált? Igen, koncentrátum. Uh-huh. Egy kis tört borsot teszek rá. Ez fehér bors, gondolom? Mix bors, háromfajta bors. Uh-huh. A piros, a sötét színű, illetve a világos fehér bors. Nagyon jól néz ki, és nagyon jó az illata is. És ez így is készült. Így néz ki az előételünk. És egy tonhasalátát is jelentél. Azzal megvártalak, mert szerintem az így teríték módjában nagyon egyszerű, villámgyorsan otthon bárki elkészítheti, mix salátát látunk magunk előtt. Én személy szerint úgy szeretem ezt készíteni, hogy egy külön tálba beleteszem minden hozzávalót, meg szórom ezzel az öntettel, ez egy joghurtos citromos öntet, de szerintem látványosabb, hogyha most a feltéteket külön pakolom rá. Ezt itt segítek, jó? Meg akkor jobban meg tudjuk mutatni, hogy milyen szépen ilyen kis cuki módon összepakoltál. Megy bele az ellerszár a salátába. Ezt egészen finomra aprítottad. Aztán ezután teszem ki a tál, egy minimálisan összekeverem. Ez is nagyon jól néz ki, és nagyon szép. Egyszerű. Én mondom, személy szerint összeszer szoktam keverni magamnak, de... Ez viszont, most ízvilágában, igen, itt a diétáról beszéltünk, azt gondolom, hogy ez bárki bátran eheti. Hát ez kiszedem. Akkor mi lenne bele? Jó, egész nyugodtan. Hát, tudod, én is hasznosnak érezzem magam. Jó? Jó, ezután következik a tonhal, amit csak itt szintén csak itt simán rámmozsolunk. Igen, most már mint a Pavlov kutyája mindjárt így elcsöppen a nyálam. Szokták ezt úgy is csinálni, hogy egy levesmerőt, vagy egy bármilyen kúp alakú kis kismerő kanalat segítségül hívva egy szép kis formát formáznak, úgymondom, a tetejére. Közben törlöm. Hát nyilván a gasztronómiában ugye a látvány is fontos, igen, amiről azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Teszünk rá. Amikor mondjuk egy paradicsomos káposzta főzeléknél ugye nem annyira fontos a látvány, igen, de azért ez nem ugyanaz a kategória. Egy kis linahagymát teszek hozzá. Kapribogyó, ami nagyon egészséges, magyarok annyira nem használják. De furcsa az íze, nem? Igen, 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 de kombinálható például a tatárbisztékbe, én nagyon-nagyon szívesen használom, savanyú borka, kapribogyó, illetve a többi fűszer. És mitől egészséges? Mire jó? Mire hat? Hát, emésztésre? Igen. Akkor ezt mindenféle, ez tehát egy... nem baj, ha valakinek mondjuk epe problémája van, akkor is eheti. Nem. Paradicsomra visszatérve, itt magunk előtt látunk különböző típusú paradicsomokat, ezt említeném meg akkor így gyomor bántalmakra, ez egy savmentes paradicsom. Így néz ki, honnan ismerjük föl? Milyen színvalakú? Nem annyira piros, inkább ilyen, jó, egész nyugodtan. Inkább ilyen, hát ilyen, nem tudom milyen színnek, ilyen tüdőszínnek mondanám. Tehát nem kifejezetten piros. Nem kifejezetten piros, és szív alakja van. És erről akkor az, akinek gyomorsava van, igen, az is bátran fogyasztatja. Annak ajánlott elsősorban, igen. Koktélparadicsomból a pici méretűt, a nagy méretűt, a sárgától kezdve ezt az ilyen narancssárga színűt, ezt is megtaláljuk bárhol. Azt mondtad nekem, hogy ez a kertből van, nem látok permetszert, annyira kapos lettünk, mert ez most már ott az operatőrünk lábai előtt hevernek a paradicsomok. És ez jellemző lesz az éttermetekre, hogy igen, ilyen egészséges ételek? Törekszünk az egészséges életmódot képviseljük, és törekszünk egészséges ételeknek a
kivitelezésében. Visszatonhasalátához egy kis uborkát teszek rá. Kaliforniai paprikából ugye lehet használni pirosat, színválasztékában sárgát. Zöldet, sárgát, bármilyen színűt. Teszek rá egy kis zeller, levél, zeller szárnak a levél, leveléből. Ez hány adag, Zsuzsa, amit itt most csinálsz? Hát én most egy főre csinálom, az én párom biztos, hogy megeszik ennyit. Ezt szerintem a nőknek ez azért a fele mennyiség, ez bőven elegendő. És ezt szoktak valamit enni? Mármint úgy értem, mondjuk a párod még benyom hozzá valami pirítóst, vagy bármit? Igen, vagy... igen, illetve krutonnal, ilyen kenyérkockával szokták még tálalni. Többek között, még ezt mutatom, hogy a tojás, ami nagyon illik, én úgy gondolom. Színeiben is? Színeiben is, illetve ízvilágában is a tengeri ételekhez, a halakhoz. Harmonizál egyébként a kukoricával, igen. Is, tehát látványban is nagyon szép, és... Nem is teszek többet, szerintem csak ezt a kettőt még. Na, hát akkor itt most már minden zöldséget rá... még kihagytunk, igen, a citromot azt mellé tálaljuk. Ennek is van egy módja, hogy levágjuk a két végét, kivágjuk a közepét, és így magtalanítva van. Úgyhogy ezt a vendég ráfacsarhatja. És a vége, az, hogy megbocsoljuk Bocsánat, hogy közben dumálok, a citromról hallottam, hogy rendkívül fontos, hogy forró vízzel, lehetőleg mosószerrel és kefével dörzsöljük. Igen, mert olyan viaszos réteg van rajta, és ugye hát így tovább eltartható, de viszont azt le kell mosni, hogyha süteményekben lereszeljük a héjat, akkor ne a viaszt együk meg, hanem magát a citromot. És hogy készül ez a bizonyos citromos joghurtos öntet? Ennek az alapja ugye a joghurt, a natúrjoghurt, egy kis majonézt, egy kis mustár, tejfölt tettem bele, citromot, fehérborsot, cukrot, sót, és tulajdonképpen ennyi. Akkor ezzel megbocsolom, igen. És fogyasztható is. És erre tettünk sót? Már elfelejtettem. Nem. Én úgy gondolom, hogy ízvilágában ez így harmonikus az öntet, az elegendő. Na most megpróbálom úgy megemelni, hogy az egészet nem borítjuk ki. Mert azért ez így. Díszítést teszek mellé. Nagyon szép. Hát akkor még a kedves nézők itt a legfrissebb híreket megnézik, addig mi nekiugrunk, és utána várjuk őket a második részben is. Nektek pedig sok sikert az új internetekhez. Köszönjük szépen.